estét kívánok, köszöntöm a Szolnok Televízió nézőit, és üdv azoknak is, akik a világhálón a Facebook oldalunkon keresztül nézik a műsort. Az első és nagyon fontos hír a mai nap kapcsán, májusban indul a Szolhat első nyereményjátéka, már is mutatom, hogy mi az eszköz, amit majd egy valaki elvihet, egy gyönyörű szép tablet. Semmi más dolga nincsen a nézőknek, a Facebook Live alatt tessenek kérdezni szokás szerint a vendégünktől, és a májusi hozzászólók között az utolsó májusi adásban majd kisorsoljuk, még egyszer mutatom, ezt a jó kis tabletet, szerintem szuper ajándék lehet akár mondjuk a sikeres érettségi cserébe. No, de ne rohanjunk ennyi előre, hiszen ma is van egy vendégünk, rendhagyó helyszínről jelentkezik majd, hogy miért és ki, azt kiderítjük, de hogy ki a mai vendégünk a Szolhatba, az a kis bejátszásból kiderül. Íme. Egy éves voltam, amikor ő már a győztesek mosolyával jött le a színpadról. A 83-as Ki mit tud győzteseként indult el karrierje, jazz énekes kategóriában bizonyult a legjobbnak. Ezt követően sikert sikerre halmozva jutott egyre előrébb a szakmai ranglétrán, és ezzel párhuzamosan lett egy ország kedvence. Zenei sokoldalúságával a rádiós lágerlistákat is elfoglalta, a Padödő egyik tagjaként sokunk arcára csalt mosolyt. Hogy ki volt az a Szabó János, és mi köze a Padödőnek a baletthez? Falusi Marian, a Szolhat mai vendége majd elmeséli. És a technikának csoda, a Falusi Marian a gépjárműjéből jelentkezik. Szia Marian, jó estét! Hello, Dani, sziasztok mindenkinek! Hát különleges a helyszín, mert hogy éppen dolgoztál, ugye próbálni voltál? Mit próbáltál? Hol voltál? Igen, próbáltam. Van egy ilyen Szomnakáj című, hát ez egy ilyen cigány sorsdráma, amiben mindenki cigány, csak én nem, mert én egy doktornőt játszom, ezt már játszok vagy 4 éve, a Nemzeti Színházban játszottuk egy időben, meg előtte a különböző helyszíneken, szerte az országban is, most pedig a MOM-ban fogjuk játszani. Ott is már volt egy párszor, és most föl fogjuk venni, és ennek nagyon örülök, mert legalább rögzítve lesz. Fantasztikus zenék, autentikus cigány zene, de közben egy kicsit ilyen crossoveres átdolgozással, és tényleg fantasztikus. A szereplők is nagyon jók, hát ez, hogy már évek óta játszok a Papa Dimitriu Atina, Trokánóra, akkor különböző fiú főszereplők voltak, hát most egy új fiú főszereplő van, ő miatta is próbálunk, meg van egy 15 tagú zenekar, egy kórus, Szakcsillakatos Bélának egy dalát éneklem, ő kísér, szóval az egész egy ilyen varázslatos dolog, és borzasztóan örülök, hogy ezt próbáljuk, csak hát természetesen, miután holnap után lesz a felvétel, ez annyira elhúzódott, hogy én úgy gondoltam, hogy jó, majd bejelentkezek otthonról szépen kényelmesen, aztán a túrót most tudtam csak kirohanni a kocsiba. Annyira szeretem, hogy árad a hangodból a pozitivizmus. Azért azt hallom, hogy az elmúlt egy évben sem unatkoztál. Tehát azért volt meló bőven, bármennyire volt most az a pandémia. Igen, volt munka bőven, hála a Jóistennek, hála azoknak a lehetőségeknek, amikkel fel tudtunk venni padödőkoncertet, a Pici bácsival fel tudtunk venni garázskoncertet, részt tudtam venni még másik két garázskoncertben is. Hát emellett színházi előadásokra is készülünk, meg mi most egy meglepetéssel is készülünk, úgy, mint padödő, ami szintén egy ilyen napi munkát jelent, annak ellenére, hogy már 35 éves a padödő, mi ezt soha nem hagyjuk abba. És hogy semmi, meg rendbe raktam a házat, meg a garázst kipakoltam, meg a fiókokat, tehát mindig volt mit csinálni, de hát most már tér vissza az élet, és ez a nagyszerű nyugalom, ami egy bizonyos fokig azért megállásra, kicsit gondolkodásra is késztetett, én azt hiszem, hogy mindenkit, és sajnos nagyon sok családi tragédiával is járt együtt, ez most véget érni látszik, legalábbis bízunk benne, úgyhogy jön vissza az élet, hívogatnak a szervezők, és csináljuk a bulikat, és próbálunk valahogy közelebb kerülni a közönséghez, mert az utolsó bulink az valamikor márciusban volt a Budapest Jazz Clubban, és én majdnem végbögtem az egészet, mert minden harmadik széken ült ember maszkban, borzasztó volt az egész, és hát sajnos előrevetítette ezt a hosszú időt, ami most itt eléggé nehezen alakult. De rengeteg témában most így belekaptál, ezeket kicsikét majd vesézzük már ki, mert azért annyira más időnk van. Az első és legfontosabb, mivel Szolnoki Televízió vagyunk, egy kis identitást azért erősítsünk már. Hát Szolnokkal kapcsolatban én úgy tudom, hogy neked azért van jó sok élményed, emléked. Egy picikét mesélj nekem, nosztalgiázzunk Szolnokról.
Hát Szolnokon először is nagyon sok koncertet adtunk az elmúlt x évben a Györgyivel, meg voltam én a Sárik Péter Tióval is, meg voltam saját műsorral is, és hát a Györgyivel játszottunk a színházban, az volt a legjobb, Shakespeare-t játszottunk, és éppen a minap emlegettem, mert azért én kicsit nehezen tanulok szöveget, egyrészt a korom miatt, másrészt meg igen, és kell most itt a Szolnokainak a szövegét újra feleleveníteni, és meséltem a többieknek, hogy a Györgyi, aki nagy rögtönző, a Shakespeare simán rímben rögtönözte, úgyhogy az nekem egy nagyon nagy élmény volt. Meg hát borzasztó sokat jártam le a Szolnoki Színházba egyébként is, amikor még ott emlékszem a Tázda Fesztivál című darab ment, amit a Szikora rendezett, a Csizmadia volt akkor ott a főrendező, és hát a Kadi büfé a színházban az nekünk egy nagyon komoly emlék, és egy nagyon nagy élmény, úgyhogy hát ilyenek kötnek Szolnokhoz. És hát ha már ugye Sárik Petit emlegetted, volt itt a Frejkávézóban egy fantasztikus bulitok. Én ugye ott ismertelek meg téged először személyesen, és már akkor átjött bennem ez a fajta, nem is tudom, emberi szeretetet, hogy te egyébként mindenkivel ilyen vagy, hogy kvázi az idegent is egyből akkora hatalmas szíved van, hogy befogadod. Mert emlékszem, hogy ott a közönséggel együtt sírtunk, volt ott egy olyan rész, egy jelenet a végén, amikor gyakorlatilag hát könyvbelábadt szemmel mondtad azt, hogy Sárik Peti milyen gyönyörűen zongorázik, és nyilván maga az, amit énekeltél, és egy fantasztikus volt. Szóval, hogy te mindenkivel ilyen barátságos vagy? Tehát neked ilyen jellegű kvázi sztár allűrjeid sose voltak? Hát, nem szeretem a sztár allűröket. Én nem tudok hazudni, meg nem tudok hosszan megjátszani magamban. Nagyon rossz a memóriám, és ezért elfelejtem, hogy valakivel haragban kéne lennem, vagy valakinek máshogy kéne valamit mondani. És most volt ez a Nagy Szám című izé a tévében, az RTL Klubban műsor, ami végül is elég hosszan, egy olyan 40-50 percen keresztül rólam szólt, és másnap találkoztam a barátaimmal, akik megnézték, és azt mondták, hogy sok hülyeség volt benne már részemről, de egyetlen egy volt a jó, hogy pont olyan volt, mint amilyen én. Tehát, hogy nem próbáltam megjátszani magam, vagy szerepelni, vagy valami, mert nem szeretek igazán szerepelni. Lenni azért szeretem. Most már régóta a zenei pályánban sok mindenben kipróbáltad magadat. Összegeztél, mondjuk kapásból itt a Nagy Szám kapcsán, összegeztél magadban esetleg, hogy mit kellett volna máshogy csinálni, vagy mi volt, ami igazából jó irány volt, és ami miatt te az lettél aki? Az a Falusi Marian? Hát szerintem nem kell soha összegezni, mindig előre kell menni. Én cápa vagyok, én szeretek előre úszni, mindig új dolgokat kitalálni, új dolgokat nézni. Az az izgalmas, az, hogy most az ember ünnepli magát, meg szobrot csinál magának, az hülyeség. Amikor 60 éves voltam, akkor kérdezték, hogy akarok-e koncertet csinálni. Mondtam, hogy csinálok koncertet, mi a francnak? Aztán utána kitaláltam, hogy jó, akkor legyen, az lesz a címe, hogy Darabjaim, és akkor abban sok mindenki belefér. Beleférnek a szeretteim, beleférnek azok, akikkel szeretek énekelni, a kedvenc zenészeim, és akkor ezt kitaláltam, hogy majd akkor legyen 60 plusz egy legalább, tehát hogy nehogy. És közben jött a pandémia, úgyhogy ha szépen ki akartam volna találni a 60-at, akkor se tudtam volna megtartani, emiatt a hülye betegség miatt, úgyhogy most lesz, amikor lesz, már harmadszor halasztottuk el, ez a kongresszusi központban lesz egyébként, és 3 napra a pici bácsival kibéreltük a kongresszusi központot. Az első koncert az enyém lesz, ahol ő a vendég, ő konferál fel engem, megjátszunk egy pár dalt együtt. Utána jönnek az én vendégeim, a Födős Anyi, a Kulka Jani, a Sárik Péter Trió természetesen, az én jazz zenészeim, és a végén a padödő a Györgyivel, úgyhogy, és azok a zenészek, és a táncos lányok. Tehát az én darabjaim, az életem darabjai, a zenész darabjaim végül is benne lesznek, elég keményen. És hát ez olyan, hogy kitaláltunk rá, ja, és utána következik 3 olyan nap, amikor meg a pici bácsi zenél, és én leszek az ő vendége, meg hát természetesen még az ő vendége is, és ezt akartuk csinálni tavaly májusban, aztán utána nem lett, akkor utána lett majd ez év januárjában, az se lett, aztán ez év májusában az se lett, úgyhogy most jövő év március 11-én lesz ez a koncert, ami hát én bízom benne, hogy addigra már nem lesznek lezárások, meg semmiféle ilyen hullámok nem térnek vissza, hanem egészségesen és boldogan, és jókedvűen tudjuk ünnepelni az én darabjaimat, már amennyiben ez ünnepnek nézhető. Marian, azt mindig meg akartam kérdezni, és lehet, hogy ezt már régebben rádiós interjúban ezt megbeszéltük, de most a nézők kedvéért biztos, hogy sok mindenkit furdal a kíváncsiság. Azért alapvetően te egy komoly zenét végző, komoly zenei tehetség vagy, képzett zenész vagy. A padödös éned az miért jött bele ebbe az egészbe? Akkor még fiatal voltál, szeretted volna ezt az egész zenei világot így kijárni, vagy egyszerűen csak tényleg kíváncsi voltál arra, hogy azon az oldalon, mondjuk a könnyű zene ezen oldalán, a
mainstreamben mégis mi az, amit meg lehet tanulni, és meg lehet a francokat, tehát az egyáltalán nem volt gyanús, hogy mi a mainstreambe bármilyen szinten is belekerülünk. Én elvégeztem a zeneművészeti főiskolát, gondoltam, hogy operaénekes leszek, jaj, de jó lesz, de van az a lírai mezzó hangom, ezt már elmondtam százszor, amivel nem tudtam volna olyan drámai főszerepeket énekelni, amit viszont szerettem volna, mert szerettem volna azt, hogyha én vagyok a királylány középen. Ha már valamiben benne vagyok, azt már én csináljam a legjobban. És akkor játszottuk egy színdarabban a Györgyivel, a Presser összehívott bennünket a Rémségek kicsiny boltjába, és akkor ott a Györgyi mondta, hogy csináljunk zenekart, jaj, mondom, ne szórakozzál már. És ez tulajdonképpen az ő elképzelése volt, hogy milyen jó lenne az, hogyha összeállnánk és valamit csinálnánk, és kapóra jött az Interpop Fesztivál, ott elindultunk, tudtunk csinálni nagy lemezt, mondjuk azóta csináltunk már még 40-et, tehát ez így maradt, de ott a fesztiválon azt mondták, hogy jó, milyen két kedves lány, az egyik egy ilyen énekes, de ilyen, inkább ilyen kicsit jazz, a másik meg színésznő vidéken, hát mit keresnek ezek itt együtt, és senki nem vett minket komolyan. Mi meg komolyan vettük ezt az egészet, és én megtaláltam a padödőben azt a fajta szeretetét az életnek, hogy az valami hihetetlen, tehát hogy mi család vagyunk együtt a zenészekkel, család vagyunk a táncosokkal, ez egy ilyen nagyon komoly osztálykirándulás, ami tart 30-valahány éve, és zeneileg meg minden zene egyforma, tehát úgy értem, hogy minden zenében, hogyha megtalálod azt, amit ki szeretnél fejezni, akkor az jó. És azt az életörömöt és életérzést, amit mi a padödővel én úgy érzem, hogy közvetíteni tudtunk, és az odaért az emberekhez, ez teljesen kielégíti azt a vágyat, hogy elérjem az embereket a mondani valómmal, és egy drámai opera áriában is meg tudnám ezt tenni, de ezek a rövid etapok, ezek a rövid dalszöveg, nekiálltunk szöveget írni, hát ez ilyen mámorító volt, tehát ki a franc gondolta, hogy bármikor is megírunk egy szöveget, és akkor kis napi hülyeségeinket megpróbáltuk így elmesélni. Szóval nincs olyan, hogy könnyű zene, nehéz zene, ilyen zene, olyan zene, jó zene van, amit jól lehet csinálni, és kész. Egy barátom kérdezi, hogy ki volt az a Szabó János, ugye ez egy padödös lágernek a szerves hát része. Az örök kérdés, hát a Szabó Jánosnak volt ugyan egy Szabó Janika a Györgyi életében, egy balettos fiú a Pécsi Nemzeti Színház balettkarából, aki most éppen Ausztráliában már saját balettiskolát visz, de a Szabó János az tulajdonképpen egy ilyen eszenciális megtestesítője a férfinak, a férfiaknak, az ő esetlenségüknek, a sutaságuknak, a hozzánk fűződő viszonyának, szóval a véleményünk. Szabó János a véleményünk. Tehát gyakorlatilag a Kaukázus féle Szalajévát is lehet így ennek tekinteni. Igen, 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 igen. Indul most egy újabb tehetségkutató, és e kapcsán eszembe jutott, hogy végül is te is ugye 83-ban egy tehetségkutatóban lettél ismert. Szerinted, hogyha mondjuk 20 évvel később születsz, és mondjuk egy mostani tehetségkutatóban szerepelsz, akkor több lehetőséget kapsz? Tehát a régi világban mondjuk kevesebb lehetőség volt, mint most, hogy az internet korát éljük? Mindenféleképpen kevesebb lehetőség volt. Amikor megnyertem a Ki mit tudott 83-ban, akkor kimentünk Kubába 10 napra, ott forgattunk, és aztán utána azt vártam, hogy majd valami történik. Azon jöttem, és nem történt semmi, megjelent ez egy pár sorban a Magyar Ifjúságban, meg az Ifjúsági Magazinban, aztán kész. És akkor elmentem én rögtön külföldre dolgozni, akkor az volt a menő, a Gerendás Petitől a Charlie-n és a Szulák Andrán keresztül egy csomóan kint dolgoztak ilyen élő nagy diszkók, élőzenés nagy diszkókban, akkor az volt a divat, és aztán utána, amikor hazajöttem, még akkor sem váltam ismerté, 85-ben, amikor a Pici bácsi elhívott erre a színdarabra, mert ugye akkor még tényleg nem volt internet, nem volt mobiltelefon, és emlékszem, hogy például csináltunk olyan lemezeket, ezt az Erdős Péter csinálta a Neotonosokkal, meg még egy pár zenésszel, hogy a külföldi sikerszámokat megjelentették, a Super Hits, azt hiszem az volt, mert hogy akkor ugye a rádióban nem lehetett ezeket hallani, és akkor magyar szöveggel elénekelték itthoni előadók, és azon én például elég sokat vokáloztam az ilyesfajta lemezeken. Te jól látom, hogy a kocsiban nem egyedül vagy? De hát nem egyedül vagyok, mert itt van mellettem Peti, ja. Mutatom. Peti, aki eddig hátul ült, és most fölriadt éppen, és kapok tőle egy puszit. Nagyon ő várt itt a próba alatt.
Van egy nézői kérdés, és akkor ezzel rendbe is tehetünk, meg tisztában is tehetünk egy dolgot. Szabó Krisztina kérdezi, hogy sziasztok, szeretném kérdezni, hogy miért bomlott fel a Padödő együttes? Hát nem bomlott föl. A Padödő együttes nem bomlott föl, mert nem tud felbomlani a Padödő együttes, mi vagyunk így, ahogy vagyunk. Ez tulajdonképpen azt is mondhatom, hogy egy életérzés. Ha hívnak bennünket fellépni, akkor megyünk attól, hogy a Györgyi tolószékben van, ez nem változtat a dolgon semmit. Én úgy hiszem, hogy annyi energiája és annyi pozitív kisugárzása van, hogy a harmadik percben túl azon, hogy egy kicsit nehézkesen megy fel a színpadra, tehát segíteni kell neki, stb. Az energiáitól és a jókedvétől elfelejtődik az, hogy ő székben ül, vagy éppen táncol a többiekkel. Ott vannak a táncos lányok, és hát jó, akkor elmondom, tessék, könyvet csinálunk. És szerintem ez marha jó, mert én mindig azt mondom, már egy kicsit hülyén fogom ezt a izét, de már fáj a vállam. Na mindegy. Szóval mindig azt mondom, hogyha bárminek nekiállunk és bármit csinálunk, nem a végeredmény az elsősorban fontos, hanem az oda vezető út. Tehát az, amíg ezt csináljuk. És most, hogy benne vagyunk ebben, hogy ezt így csináljuk, összeszedjük a szeretteinket, azokat, akiket nagyon tényleg akikkel szeretünk együtt dolgozni, stb. És úgy gondoljuk, hogy ennek örülnek a minket szeretők. Ez egy borzasztó jó meló, tehát ezt élvezzük most nagyon, ebbe vagyunk benne, pont annak felel meg, hogy kevés emberrel találkozunk hosszú időre, és boldogan, és emlegetjük a régi dolgokat. Nagyon-nagyon sok mindent felhoz ez a dolog. Magunktól nem álltunk volna neki, természetesen ezt felkérésre csináljuk, és te vagy az első, akinek ezt most elmeséltem. De cuki vagy. Na várjál, hogyha már a Györgyit emlegetted, nyilván ugye szerves része az életednek, ő például hogy éli meg ezt az egész vírus helyzetet vele? Most mi van, ő hogy van, mit csinál? A Györgyi otthon van, mint egy rendes ember, és hát akkor, amikor mozdulni kell, akkor ő is úgy mozdul. Csináltuk egész végig a pandémia alatt, csináltuk a rádiót, a klubrádiót, ahol hetente van 2 órás műsorunk, kulturális műsor, színészekkel, ismertekkel, kevésbé ismertekkel beszélgetünk, és hát ez egy jó attitűd, mert ahogy velünk beszélgetnek, nem úgy beszélgetnek, mint egy riporterrel, hanem mint egy kollégával, és egy csomó mindenre rá tudunk kérdezni, és olyan dolgokat mesélnek el, amit mind egy kávé mellett nekünk elmesélnének, úgyhogy tényleg nagyon jó dolog ez. Aztán egyébként jól van, szoktunk járni mindig vásárolni, meg van egy ilyen kvázi vállalkozásunk, azt azért csináltuk, hogy a Györgyit tudjuk mozgatni, úgyhogy ez egy ilyen mozgássérült szállító dolog, alapítvány és egy autó, ami persze már romjaiba áll szerencsétlen, de az a lényeg, hogy el tudunk vele mozdulni, el tudunk a Györgyivel bárhova menni, úgyhogy már alig várom, hogy színházak kinyissanak, mert nagyon komoly színházba járók vagyunk, úgyhogy igen, és hogy nem csak mi magunk, hanem tudunk másoknak is segíteni ezzel az alapítvánnyal, ezzel az autóval, mert általában az egyéb segítség az bezár este 7-kor, és mi meg 0-24-esben vállaljuk ezt a dolgot, tehát ha valaki éjszaka is akar menni, annak is tudunk segíteni. Benned egyébként ez a fajta segítő szándék, ez a fajta attitűd, ez benned volt, vagy ez a Györgyivel együtt töltött sok-sok év is erősítette, hogy látod ezt, hogy igen, kell a segítség. Igen. Mert azt hiszem, hogy ez a normális, tehát hogy mindenkinek ilyennek kellene lenni, és mindenkinek meg kellene fogni a másik ember kezét, kinyitni előtte az ajtót, és a kutyákat behozni az utcáról. Tehát hogy muszáj az, aki egy picit is rászorul erre a dologra, annak segíteni kell. Mi nagyon sokat jótékonykodunk, amikor erre mód van lehetőség a munkánk által. Személy szerint is nem jótékonykodom, hanem szerintem teljesen természetes, hogy az ember a neki küldött csekkeket, a különböző hospice, mentő, kézzel lábbal festők, stb. Tehát akik segítségre szorulnak, azokat fizeti. Sok időnk nincsen hátra a műsorból, viszont nyilván rengeteg kérdésemben. Hát figyelj, telik az idő jó társaságban. Nem már, de hosszan beszélek, hosszú mondatokat mondok. Kérdezz gyorsan, tessék. Figyelj, mennyi van még szerinted a Padödőbe? Mi az, amikor azt fogod mondani, hogy kész, ebből most már állj? Nem kell a felhajtás, nem kell a hangoszene, nem kell a tánckar, mert mondjuk telítődtél. Lesz ilyen szerinted? Hát ez hülyeség, hát a Padödő az mi vagyunk, és annak, ha valamelyikünk meghal, akkor lesz vége.
A hangos zene az, mondjuk eléggé vicces, hogy kettő darab 63 éves öregasszony rövid gatyába énekli, hogy kiabálja például a jókedvet, de amíg ezzel szoktuk röhögni a Györgyiben, de ezt mindig el is mondjuk a közönségnek, de én azt hiszem, hogy ameddig például most nagyon sok fiatal kezdett el hallgatni bennünket, olyanok, akik élvezik ezt a fajta slágeres zenét, ezt a fajta lendületet, nagyon sokan például használják a számainkat futásra, amiben benne van ez a jó tempó, meg hát a lányok. Hát a lányok azok már mindegyik szült, meg gyerekei, ikreik vannak, meg mit tudom én, de szoktunk járni mi például együtt nyaralni. Úgyhogy majdnem minden évben, most már kevésbé, de régen minden évben, sőt minden évben kétszer is elmentünk, volt, hogy 38-an mentünk egyszerre, mert amikor már ugye korosodott a társaság, akkor jöttek a férjek és a különböző alkatrészek, akik hozzánk csapódtak, de hát most is minden ünnepet megünneplünk, van padödő karácsony, van nyáron, hát egy csomó együtt, szóval nagyon sokat bulizunk együtt, és nagyon szeretjük egymást, úgyhogy ez nem egy ilyen tartsunk össze gyerekek, hanem egyszerűen ez egy szükségszerűség, hogyha bármi van, akkor egy pillanat alatt össze tudom dudálni 18-20 embert. Marian, egy utolsó kérdésre maradt időnk, aztán el kell köszönnünk, mert hogy egyéb irányú elfoglaltságunk van itt a televízióban, reklámoznunk kell majd. Ilyen hülyeséget, na mindegy. Látod. Mik azok az első, nem is tudom, cselekvések, amikor majd megnyílik a világ újra? Most ez egyébként olyan hülyeség, mert így éltünk sokáig, és olyan furcsa nekem is az, hogy szombaton mondjuk ittunk egy csapolt sört. De neked mondjuk mi lesz az első, amikor már mondjuk a Györgyivel is felszabadultan mehettek a világba, és minden nyitva lesz, amit csinálni fogtok, mik a tervek, hova mentek el, mit fogtok csinálni, mi az, ami nagyon hiányzik a régi világból? Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert én úgy érzem, hogy ugyanúgy éltünk most is, mint ahogy szoktunk. Mi nem vagyunk ilyen eljárósok, nem vagyunk mulatósok, mi egymás és magunk között találjuk meg azokat az örömforrásokat, tényleg így a barátkozás, az összejárás, a különböző kapcsolatok, amit eddig is meg tudtunk csinálni. És én azt hiszem, hogy mi soha nem kifele éltünk, tehát nincsenek Facebook posztjaink, hogy majd ezt csináljuk, ott csináljuk, viccesen. Mi nagyon sokat beszélgettünk ez alatt az idő alatt is. Én ha valakitől valamit akarok, akkor azt felhívom telefonon, és nem izén köszöntöm az anyukámat, hogy de jó, hogy anyák napja van. Nem. Ugyanúgy fogok élni, azt hiszem, hogy ezentúl is, mint eddig, és ez jó. Egy utolsó kérdés, és kérlek röviden válaszolj. Mi az a dátum, amikor már biztosan, hát jó, most semmi sem biztos a mostani világban, de mégis mi az, ami már koncertdátum megvan, és talán már addigra el lehet menni padudő koncertre? Hát július 20, nem tudom most megnézni, a Vajdahunyad várában csináljuk az éves padödő koncertet, amit ott mindig meg szoktunk csinálni, és szerintem biztos lesz. Ez egy szerdai nap, július végén, várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel, addigra én már biztos vagyok benne, hogy lesznek koncertek. Meg hát most május végén én játszom színházban egy Menopauza című darabban, ami nagyon-nagyon sikeres, hála Istennek, és 17 elmaradt előadásunk van ebből, úgyhogy ebből is be kell egy csomót pótolni, és ez már május végén elkezdődik. Most, hogy a színházak kinyithattak, és gondolom, hogy az egész június végig játszunk. Sárik Péter Tióval megyünk egy 10 napos erdélyi turnéra, ami kb. 5 perc alatt állt össze. 10 nap, 10 buli, 10 városban, tehát lesz mit menni. És hát itthon is, miután csináljuk a Jazz Kívánság műsor magyarul 2 lemezt, vagyis hát csinálja a Peti, válogattunk már a számokat, ezt is hamarosan felveszünk, és ezzel is megyünk egy kört az országban. Én bízom benne, hogy elég sok dolgom lesz. Marian, sok erőt és energiát kívánok neked, vigyázz magadra, és a Györgyit is üdvözöljük. És köszönöm, hogy ilyen speciális körülmények között, de vállaltad a műsort. Szuper, fogózkodom itt az autó tetejébe. Nagyon jó. Vigyázz magadra. Ciao. És a kutyát is puszíjuk. Szia. Szia, Marian. Kedves nézőink, köszönjük szépen a kitüntető figyelmet. Szólhat legközelebb egy hét múlva, hétfőn 19:30-kor. Maradunk még a zene világában, Soltész Rezsővel fogok majd beszélgetni, szerintem egy csomót nosztalgiázzunk majd, úgyhogy nem csak a fiatal nézőinknek szeretnénk kedveskedni. Ne felejtsék el, hogy a hozzászólók között májusban él a játék, ezt a tabletet sorsoljuk ki, részletek a facebook.com/szólhat oldalon. Viszontlátásra!